immáron 10. alkalommal került megrendezésre a Cicádor Rock City Fesztivál. Az első ilyen rendezvényre 2014-ben került sor, amikor is Egle Károly Kende, öccsével Egle Gyula Koppánnyal maguk köré gyűjtöttek néhány feltörekvő zenekart, és önerőből, illetve a zene iránti szeretetből megrendezték az első minifesztivált. A kezdetek óta számos zenekar kapott lehetőséget ezen a rendezvényen, amit már Bálta-széken kívül Pécset is megrendeztek a fiatalok. Ez egy fél évente megrendezésre kerülő ilyen Tolna megye és környékbéli megyéket gyűjtő amatőr, félamatőr, rock, metal, alter fesztivál, és egy átlagosan, ugye hát ez fél évente kerül megrendezésre, és minden alkalommal egy ilyen 6-7 ilyen zenekart hívunk, jelentkeznek, és akkor ők jönnek zenélni. Alapvetően a környéken nem nagyon van rendszeres ilyen könnyű zenei rendezvény, és még jó pár évvel, egy olyan 5 évvel ezelőtt az Idióták zenekar, aki bátaszéki gyökerű, ők többször játszottak az Iparos Kávézóban, és így gyűltek mindig előttük, utánuk a zenekarok. És akkor ezt így össze lett foglalva egy ilyen kisebb fesztivál névre, és ez alakult úgy, hogy most már fél évente rendszeresen megrendezzük pontosabban, és mindig más zenekarok, régebbiek visszatérnek, sok új ember néző jön, és haladunk előre. Délután per este 6-tól indul a mulatság, és akkor ez eltart egy olyan hajnali 2-ig, kb. Fél 2-ig, és alapvetően óránként váltakoznak a zenekarok. Most a mostani zenekarok közül van komlói zenekarunk, vannak pécsi zenekarok, van ugye bátaszéki, őcsényi, és nagyvonalakban így ennyi a mai este. De alapvetően szoktak jönni még Szekszárd környékéről, volt, hogy Dunai városból és Dunaszekcsőről, szóval így a környékbeli megyékből így alapvetően összegyűjtjük az olyan amatőr zenekarokat, akik szívesen eljönnének.